Civilizáció Koalíció néven egybegyűjtött soros szervezetek kezdtek el támogatókat gyűjteni a szuverenitás védelmi törvény ellen. A csoport szinte minden tagja Soros György alapítványainak segítségével működhetett az elmúlt időszakban, és kormányellenes aktivista képzésre, illetve a migránsok és az LMBTQ közösség támogatására szakosodott. Erről ír a Magyar Nemzet. Katta folytatja vendégével. Köszönöm, Zsanett, jó estét kívánok a nézőknek is, és a vendégemnek, a Nézőpont intézet elemzőjének, Pál Falvi Milánnak, szép estét. Jó estét kívánok. Kezdjük a sor legelejéről, ugye beszélünk itt száz civil szervezetről, hiszen a száz civil szervezet nevében indították el az aláírás gyűjtés, de hogyha egy picit mögé nézünk a dolognak, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy valójában ennél sokkal szűkebb csoport vesz részt ebben az akcióban. Mit lehet tudni erről a szervezetről és az egész szervezetnek a hátteréről? Ugye egy soros szervezetekről beszélhetünk, tehát ha megnézzük azt a sort, hogy kikből áll össze ez a koalíció, akkor azt láthatjuk, hogy mindegyik szervezet valamilyen módon, vagy közvetetten, vagy közvetlenül Soros szervezetekhez köthető, vagy egészen pontosan a Soros György által Gründolt nyílt társadalomhoz köthető, és ennek megfelelően egyébként azt a célt szolgálják, hogy a Soros György féle érdeket valamilyen módon Magyarországra erőltessék. Azt láthatjuk, hogy a csapatok felsorakoztak, egyik sarokban a magyar nemzeti érdek, a magyar emberek, a másik sarokban pedig a soros szervezetek foglalnak helyet. Ugye nem olyan régen megszületett a szuverenitási, szuverenitás védelmi törvény, illetve nem sokára fel fog állni a szuverenitás védelmi hivatal Lánci Tamás vezetésével. Ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az egyik Sarok az egyik oldal, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja a magyar kormány által létrehozott hivatal, és a másik oldal pedig akkor a soros szervezetek, ez a koalíció. Nem véletlen, hogy egyébként most aláírásgyűjtésbe kezdtek, és hát az a céljuk, hogy azt a magyar érdeket kifejező szuverenitásvédelmi hivatalt és a törvényt támadják. Amely, hát láthatjuk, hogy Európában gyakorlatilag példaértékű, és hát már-már azt lehet mondani, hogy hungarikumnak számít. Fontos beszélni a pénzekről, mivel civil szervezetről van szó. A civil szervezetek működéséhez támogatásra van szükség. Tehát támogató, illetve támogatókra van szükség. Kik lehetnek, vagy ki lehet még a háttérben? Hát teljesen egyértelműen azt látjuk, hogy összefüggnek ezek, összeérnek ezek a szálak, tehát hogyha kicsit megpiszkáljuk a felszínt, akkor láthatjuk azt, hogy olyan szervezetek vannak benne ebben a koalícióban, illetve kézen közön eltűnt pénzek kapcsán is olyan nevek merülnek föl, mint például Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Jönnek olyan pénzek ugye soros szervezetek számára külföldről, a nyílt társadalom alapítványtól, Amely pénzeknek a célja minden esetben azzal a politikával szemben meghatározott programoknak a finanszírozását szolgálják, amely programok akár LMBTQ különböző lobby tevékenységeket jelenítenek meg, vagy például ide sorolható az is, hogy a, a pedagógus életpálya. A fejlesztésével kapcsolatos inté kormányzati intézkedéseket támadó szervezeteket pénzelnek, tehát azt lehet látni, hogy gyakorlatilag ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a kérdést, akkor ténylegesen van egy vonal középen, egyik oldalon van a magyar nemzeti érdek, a másik oldalon meg a Soros György által vezetett szervezeteknek az érdeke, és ebbe tagózódik bele egyébként a karácsony Gergely féle politikai tömörülés is. Ha már erről beszélünk, akkor milyen összefüggés lehet a guruló dollárok ügye, Karácsony Gergely máig tisztázatlan kampányfinanszírozási botránya, és, és a mostani akció között, hogyha mondjuk abból a szemszögből nézzük, vagy azt vizsgáljuk, hogy, hogy EP önkormányzati választások lesznek például Magyarországon hát Pontosan ezért történnek ezek a folyamatok, mert a Soros Györgynek, mint ugye a üzletembernek az az érdeke, hogy Magyarországon minél jobb pozíciókat, illetve hát mindenhol a világban minél jobb pozíciókat szerezzen, annak érdekében, hogy a fennálló hatalomra nyomást tudjon gyakorolni. Látjuk azt, hogy az Európai Unión belül sok országban, azáltal, hogy különböző vezető pozíciókat, politikai és államigazgatási pozíciókat tudott elérni a soros hálózat, ennek köszönhetően bizonyos pénzeket vissza is osztanak ezeknek a szervezeteknek támogatás fejében. Na most Magyarországon is ezt szeretné elérni a soros György, illetve az általa vezetett hálózat, hogy minél nagyobb befolyást szerezzen a magyar államigazgatásban, illetve a politikai életben. Ennek akadálya a Fidesz Fidesz KDNP, illetve hát a magyar emberek által a magyar emberek gyakorlatilag akadálya ennek a törekvésnek, amit Soros György szeretne elérni. Ezt csak a választásokon tudja elérni, azt, hogy valamilyen módon befolyás szerezzen a magyar politikában, és ezáltal a pénzekhez is, a költségvetési pénzekhez is hozzájusson. Ezt példázza egyébként az, hogy Budapesten mi történik. Ugye azt láthatjuk, hogy Karácsony Gergely, Soros embereként gyakorlatilag visszajuttat úgy támogatásokat és pénzeket a soros szervezeteknek, hogy gyakorlatilag ezzel kiszolgálja azt az érdeket, hogy komoly kampánytámogatást kapott ő maga is a soros szervezetektől. Maradjunk a civileknél, illetve civil szervezeteknél, viszont váltsunk egy picit témát, de azért mégiscsak van hasonlóság, illetve összefüggés a témák között, mert hogy ugye Brüsszeltől zöld utat kapott a tanárok, óvónőknek a béremelése, ezzel szemben ugye most civilek ennek ellenére újabb tüntetést szerveznek majd a hétvégén szombaton. A kérdés ugyanakkor az, hogy a civilnek nevezhető-e. Például mondjuk a Soros György pénzéből fenntartott Egységes Diákfront, vagy a DK közeli PDS által támogatott, ugye Egységes Diákfront, vagy ugye, ahogy mondtam, ezek ugye összefüggnek a Soros pénzekkel, tehát... A képlet nagyon egyszerű. Itt olyan összefüggések vannak, megint csak úgy lehet leegyszerűsíteni a történetet, hogy az Egységes Diákfront, illetve az összes ilyen, a PDS és az összes ilyen, a kormányjal szemben álló szervezet valójában a Soros György kótájából játszanak. Ha ezt hajlandóak lennének kimondani, akkor egy tiszta mérkőzést lehetne lefolytatni. Nem baj, hogy ezt nem mondják ki, nem fogják kimondani. Nekünk viszont azt gondolom, hogy magyar embereknek alapvető érdekünk, hogy felszínre hozzuk ezeket, a, ezeket az ismereteket, és váljon mindenki számára egyértelművé, hogy míg az egyik sarokban a magyar emberek érdeke, a magyar nemzet érdeke van, addig a másik oldalon Soros Györgyféle érdekeket láthatunk, és ennek része az, hogy ezek a civil szervezetek, valójában NGO-k, nem kormányzati szervezetek, külföldről kapják a támogatást, és azt a célt szolgálják, hogy megdöntsék a magyar kormányt, ez azért is nagyon álságos jelen pillanatban, mert teljesen egyértelműen valótlan állításról és trágár kifejezés módról van szó. Én azt gondolom, hogy szombaton, amikor ez a tüntetés lesz, mindenkinek érdemes arra gondolnia, hogy a politizálásnak van olyan módja, demokratikus módja, ami azt gondolom, hogy tisztességes és jó, és ez egyébként jelen pillanatban a magyar kormány által folytatott politika. Pálfa, ő Milán, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen.